Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Idén is találkozott az egri érsek azon települések polgármestereivel, ahol az Egri Főegyház megye oktatási intézmény tart fenn. Bemutatták a sokak által várt Varga Kamil Ferences szerzetes Hajtavidék múltjáról szóló könyvét. A JFC vezetése új edzőt nevezett ki a labdarúgó csapat élére. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A személyes találkozás lehetőséget ad az együttműködés további erősítésére. Ez a mottója évről évre az egri érsek és azon települések polgármesterei találkozójának, ahol az Egri Főegyház megye oktatási intézmény tart fenn. Az idei találkozót augusztus 23-án tartották meg Egerben. A Szent István televízió tudósítását látják. Hagyományosan minden évben meghívja a Ternyák Csaba egri érsek azon települések polgármestereit egy találkozóra, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában működik oktatási intézmény. Augusztus 23-án mintegy 40 település vezető vett részt a programon. A főpásztor köszöntőjében elmondta, fontos ez a találkozó, mert erősíti a kapcsolatokat, és alkalmat ad arra, hogy személyesen egyeztessenek az intézmények kapcsán felmerülő kérdésekről. Ez egy különleges alkalom, így Szent István király ünnepe után megerősödve, felbátorítva, fellelkesítve attól az elkötelezettségtől, amit évről évre megtanulhatunk első szent királyunktól, aki nem félt előtte a ráváró kihívásoktól, hanem bátran és lendülettel haladt előre. És hát ugye Szent István király, meg a Pannonhalmi főapátnak a jelenléte emlékeztet bennünket arra, amit annak idején, talán többen jelen voltak azokon a fórumokon, amelyeket annak idején tartottunk, mielőtt átvettük volna az iskolákat. Sokszor elhangzott ott az, hogy a katolikus iskolának valamiképpen Magyarországon az ős mintája, az ősképe, az mégiscsak az a pannonhalmi kolostori iskola, amely Szent István király idejében indult el. A főpásztor elmondta még, 2010 óta nem a tulajdon szemlélete dominál az intézmény fenntartásban, a szülők és a település szándékai, a gyermekek érdekei jelentik a legfontosabb szempontot. Az önkormányzatok partnerek, az együttműködés gyümölcsöző. Hozzátette még, az iskolák mellett az óvodaépítési program is fontos, több mint 20 településen folyik építkezés. Az egyházi iskolák jelenléte a települések számára is fontos. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk Jászlapátin, hogy van alapfokú és van középfokú katolikus fenntartású, tehát az Egri Főegyház megyéhez tartozó intézmény. Úgy gondolom, hogy annak idején, amikor elindult ez a program és a választási lehetőség, akkor ez volt a lényege, hogy a magasabb hitélettel bíró családok megtalálják a gyermekeik számára megfelelő oktatási intézményt, és úgy gondolom, és azt tapasztalom magam is, akár úton, útfélen iskolában, a településen járva, hogy ezekben az iskolákban járó gyerekek igazán elkötelezettek az egyház iránt és a hitélet iránt. A találkozó szeretett vendégséggel, beszélgetéssel zárult. Augusztus közepén megkezdődött az első 200 szerződéses határvadász képzése, ami hamarosan le is zárul. A 4 hetes 180 tanórás képzés alatt rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedés taktikai, valamint határőrizeti és határforgalom ellenőrzési ismereteket sajátítanak el a tanulók, akik ezt követően a magyar államhatár sérthetetlenségét és a jogellenes átlépések megelőzését biztosítják. Az orosz-ukrán háború hozta végleg felszínre a hazai határvédelem újabb lépcsőfokát. Az illegális migráció elleni küzdelem eddig is kiemelt feladata volt a rendőrségnek, de a menekült áradat és a feszült európai helyzet miatt új ezredet hoztak létre a készenléti rendőrség keretein belül. Határvadásznak jelentkezhet gyakorlatilag bárki, aki magyar állampolgár, már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be az 55. életévét, büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezik, végre tudja hajtani az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. A cél hosszú távon az, hogy körülbelül 4000 fő határvadászt vegyünk föl, ebben első körben
az a cél, hogy 2200 határvadász vegye fel a szolgálatot. Jelenleg is zajlik a határőr toborzás. A rendőrség augusztus közepén már elkezdte képezni az első 200 jelentkezőt. A határvadászok már a képzés ideje alatt is bruttó 300 ezer forint jövedelmet kapnak. A vizsga letétele után az ehhez jövő egyéb kiegészítők mellett olyan pótlékokat kapnak, hogy gyakorlatilag aki a 168 órát ledolgozza egy hónapban, az bruttó 400 ezer forint körüli juttatást kap. Ehhez jöhetnek még olyan egyéb juttatások, mint az évente 200 ezer forintos kafetéria, esetleges nyelvpótlékok, túlórapótlékok, éjszakai pótlékok, munkába járási támogatás, ingyenes egészségügyi ellátás. A határvadászok tömbösített munkarendben dolgoznak, így havonta 12-13 munkanapon kell szolgálatot teljesíteniük. A szerződéses határvadász képzéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatás elérhető a képernyőn látható netes felületen. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálata továbbra is várja a képzés iránt érdeklődők jelentkezését. Kibővíti a kormány az iskola őrség programot, mivel 100-nál is több iskola szeretne csatlakozni ahhoz. Jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának múlt heti ülésén. A miniszter szerint fontos, hogy az oktatási intézményekben rend legyen, mert mint mondta, tanítani csak abban az osztályban lehet, ahol rend van. Másfél év alatt 480-szor intézkedtek iskolaőrök Magyarországon. A rendőrség szerint több intézményben nélkülözhetetlen az iskolaőrök jelenléte. A szakemberek álláspontja ugyan nem egységes, de egyre több a csatlakozó intézmény. Éppen ezért toboroznak az új tanévre megyénkben is. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság iskolaőr munkakör betöltésére várja a jelentkezőket. Elsősorban Tiszabő, Zagyvarékas, Jász-Alsó-Szentgyörgy, Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunmadaras, Kunhegyes, Törökszentmiklós településekről és vonzáskörzetükből. Iskolaőrnek a 18. életévét betöltött, állandó bejelentett belföldi lakóhellyel, valamint minimum középfokú végzettséggel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgárok jelentkezését várjuk. A jelentkezőknek egészségi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelnie. Ezt követően egy hónap komplex képzés következik, miután kényszerítő eszközöket alkalmazhat a közfeladatot ellátó őr, aki már az oktatás ideje alatt is megkapja a 260 ezer forint bruttó bérezést. Ha munkába áll, akkor évi 200 ezer forint kafetéria és egyenruha is megilleti. Minden a jelentkezéshez szükséges információ kritérium űrlap elérhető a rendőrség honlapján a police.hu/iskolaőr címen. A jelentkezést elektronikus úton a karrier@jasz.police.hu e-mail címre, vagy postai úton az 5000 Szolnok, Baross utca 39 szám alatti címre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni, vagy személyesen bármelyik rendőri szervnél leadható. Összességében pozitív tapasztalatai vannak a rendőrségnek a programról. Az intézményvezetőktől kapott visszajelzések alapján az UNFK szerint az iskolaőrök jelenléte nagyban segíti a zavartalan oktatást, és erősíti a tanulók és a pedagógusok biztonságérzetét. 8. alkalommal nyílt meg a Fényszarúj művésztelep kiállítása a Petőfi Sándor Művöldési Ház és Könyvtár bemutató termeiben. A művésztelep közösségéhez idén csatlakozott 16 alkotó helyszínen készült munkáiból nyílt kiállítást szeptember 18-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtt egy másik hír. Augusztus 20-án a Hajtai Szent István király templomban a Szent Mise után emléktáblát állítottak az egykor ott élő emberek tiszteletére, és bemutatták a sokak által várt Varga Kamil Ferences szerzetes Hajta vidék múltjáról szóló könyvét. Augusztus 20-án délelőtt a Hajtai Szent István király templomban Varga József Kamil Ferences testvér tartott szent misét. Mai napon Szent István királyról emlékezünk meg. Felmagasztaljuk őt, milyen nagy király volt a nehézségekben, az országot erős kézzel kormányozta. De nem szabad sosem elfelejtenünk, hogy ő is egy ember volt. Néha szomorú volt, máskor megörült. Elkeseredett, vagy tetrekész volt. Különböző nehézségeket erős lélekkel viselte. Érdekes történeteket osztott meg a jelenlévőkkel Szent Királyunk életéből. Egy éjszaka merénylő állt meg az ágyánál, hogy őt megölje.
Az életrajz írója szerint ennyit mondott. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Idézve ezzel a Szentírásnak a gondolatait. Azonban, hogy ezt ő ki tudja mondani, egy belső harcon kellett átmennie. Egy belső lelki fejlődésen. A Szent Misét körmenet követte. Az ünnepségre sokan összegyűltek. Voltak, akik régen a hajta területén laktak, de voltak, akik az elhunyt felmenőik ott leélt életének emléke előtt tisztelegtek jelenlétükkel. A technika segítségével egy hajta baráti kört alakítottunk, és több túrán és több nagyszerű eseményen részt vettünk. Felelevenítettük a régi dolgokat, szüreteltünk, kukoricát töltünk, disznót vágtunk, paradicsomot főztünk, csaktúráztunk, piknikeztünk a tanyába, és elindultunk feltérképezni, ki mire emlékszik. És olyan ötletem támadt, hogy az őseink emlékére egy emléktáblát készítessünk, illetve helyezzünk el, amit terveink szerint minden évben ilyenkor, augusztus 20-án meg fogunk koszorúzni a kedves felmenőink emlékére. Az emléktáblát 2022. augusztus 20-án helyezték el a hajtakápolna falán. Pontosan egy évvel korábban született meg a gondolat, hogy szeretnének valami tárgyi emléket, így az a dátum szerepel a táblán. A Kossuth Népdalkör Citera zenekarának tagjai jássági népdalcsokorral színesítették az ünnepséget. Több dolog miatt is különleges volt az idei ünnepség. Elkészült Varga Kamil Ferences szerzetes hosszú hónapok kutató munkájának eredménye a Hajta vidék múltjáról szóló könyv. Több mint 200 év emlékét, történését öleli fel. Történelmi áttekintéssel kezdődik, amelynek anyagait levéltárakból sikerült összegyűjteni. A hajtakápolna építése, fennállása mellett a gazdaszövetkezet, tejszövetkezet, az ottani iskola, kocsma, bolt, csárda életét is leírja. A könyvet Patakiné Koca Anita mutatta be az összegyűlteknek. Én szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. Mégpedig azért, mert ebben a könyvben szeretet van. Ebben a könyvben boldogság van. Ebben a könyvben emlékek vannak, de ebben a könyvben tudomány van. Ebben a könyvben a népi bölcsesség van, és a könyvben a tanyasi emberek verejtékes élete, eres, csontos, barázdált készfeje és száraz, csontos arcéle, melyben mélyen benéz a lemenő napsugara, benne van. Ebben a könyvben gyerekkor van, és a könyvben tisztes öregkor van. Ebben a könyvben hit van. A könyvben az együtt töltött idő boldogsága van. Ebben a könyvben összetartozás van, és ebben a könyvben a keményre barázdált arcú tanyai öregek egész élete benne van. 8. alkalommal nyílt meg a Fényszarúj művésztelep kiállítása a Petőfi Sándor Művöldési Ház és Könyvtár bemutató termeiben. A művésztelep közösségéhez idén csatlakozott 16 alkotó helyszínen készült munkáiból nyílt kiállítást, szeptember 18-áig tekinthetik meg az érdeklődők. A napokban nyílt meg Jászfényszarún a Fényszarúj művésztelep kiállítása. Az ország számos pontjáról összesen 16 alkotó fogadta el a szervezők meghívását, hogy részt vegyen az egyhetes közös alkotó munkában. A művészek tavaly a járvány miatt nem találkozhattak a jászsági városban. Nagy örömünkre szolgál ez, hogy itt lehetünk, és tényleg inspirálódhatunk, elvonulhatunk a város zajától, és művészekként együtt alkothatunk, dolgozhatunk, beszélgethetünk a jelenről, jövőről, ami minket foglalkoztat. A város önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési Ház
Színház és a 4. Béla Katolikus Általános Iskola támogatásával megszervezett művésztelepet a kezdetektől azért hívták életre, hogy az ide érkező alkotók, megismerkedve a várossal, annak jó hírét vigyék szerte az országban. Hatással vannak ránk a környezeti épületek, épített és természeti formák. Az alkotók évről évre munkáik közül felajánlanak a város számára, ami a település gyűjteményét gyarapítja. A megnyitó résztvevőit a szervezők részéről Bordásné Kovács Katalina művelődési ház igazgatója, majd Győriné dr. Cegléde Márta polgármester köszöntötte. Azok az alkotások, amik így születnek és létrejöhetnek, rányítják az emberek szemét, a figyelmét a művészetre, az alkotásra, a hétköznapok forgatágából ünnepeket tudnak varázsolni. Bár az alkotók nagyon várták már az újabb művésztelep megszervezését, de a tárlat megnyitója szerint a járvány miatt elrendelt kényszerű szünetnek pozitív hozadéka is volt a művészetek szempontjából. Amint a kiállítások sorra bezártak és a művészeti események elmaradtak, akkor vált igazán érzékelhetővé létezésük, és megnőtt az érdeklődés irányuk. A bezárt galériák, a bemutatás és a megtekintés ellehetetlenülése egyértelművé tette, hogy korunkban a mindennapoknak fontos részei, nem mondjam tartozékai a különféle tárlatok és egyéb képzőművészeti események hiányuk azt jelzi, hogy valami nincs rendben. A művésztelep sokszínű és változatos tárlata szeptember 18-áig tekinthető meg a művelődési házban, ahogy a képzőművészeti alkotások mellett idén kiállító hímzőkör bemutatója is ebben az időszakban látható, ugyanis a fényszorúi hímzőkör tagjainak az ország számos tájegysége mintakészletéből merítő alkotásainak közétételét is felvállalta a Petőfi Sándor művelődési ház. A szeptemberben kezdődő Csalogán Musical stúdió felkészítő kurzust indított Jászberényben. Az órákra ismert színésznő, énekesek és koreográfus érkezett, majd a táborban megtanult ünnepi műsort augusztus 20-án adhatták elő a Margit szigeten. Jászberényben szeptember 12-ével musical stúdió indul. A vezető szavait idézve, augusztusban egy erre kedv csináló foglalkozást indított. A kurzuson vendégoktatók is betekintést nyújtottak a színészet éneklés világába a színpadra vágyó diákoknak. Hétfőn a 2019-es Sztárban sztár leszek nyertese Békefi Viktória színésznő és párja Feng Jiao látogattak el hozzájuk. A héten Csonka Zsuzsanna operaénekes, Varga Dávid énekes és Herczig Gábor koreográfus is órát adott számukra. Hát maga a kezdet az egy elég nehézkes kezdet volt, mert ugye én itt egy teljesen új ember vagyok, senki nem ismert, így öten, amint látszódik itt mögöttem, ahogy táncolnak, bejöttek, és akkor elkezdtük megismerni egymást. Az első nap még mindenki viszonylag visszafogott volt, és akkor folyamatosan egyre jobban belelazultunk a dologba. Ugyanis a diákoknak arra is volt lehetőségük, hogy a világot jelentő deszkákon nézők előtt próbálják ki magukat. Versekből, énekekből összeállított ünnepi műsort vittek színpadra augusztus 20-án délután a Jászberényi Margit szigeten. A stúdióban mindenkit várnak, aki betöltötte a 9. évét, és nincs még 22 éves, és szívesen kipróbálná magát a színház világában. Alapoktól kezdünk, és folyamatosan lehet csatlakozni, és mindig vissza tudunk kapcsolódni az alapokhoz, mivel nekik is jó ismétlés. Van olyan gyerkőcöm, mint Csanád, Viki, akikről tudom, hogy ők már többször is léptek föl közönség előtt, ami nyilván egy kicsit segítség, mert a többieket tudják felfele húzni, és egy kis önbizalmat adni nekik, hogy ők is élvezzék azt, amit csinálunk. A Jászberény MB3-as futballcsapata nagyon rosszul kezdte az idei idényt, hiszen 5 forduló elteltével mindössze egyetlen egy ponttal az utolsó előtti a keleti csoportban. Mindezeket figyelembe véve a JFC vezetése új edzőt nevezett ki a labdarúgó csapat élére. Jászberény MB3-as labdarúgó csapata a tavaszi idényben egyszer sem tudott mérkőzést nyerni, de ennek ellenére nem esett ki a keleti csoportból. A nyáron több poszton is játékos cserét hajtottak végre, de ennek ellenére a 2022-23-as idényt is nagyon gyengén kezdték. Sajnos nem teljes egészében tudjuk egyelőre kielvezni ennek az erősítésnek a gyümölcsét, ugyanis az első egy hónapban már is megsérült 3 meghatározó játékosunk, mind a 3 újonnan jöttek.
Ennek az lett a vége, hogy 5 mérkőzésen mindössze 1 pontot szerzett a csapat. Így a IFC elnöke felmentette Németh Gyula vezetőedzőt, amellett, hogy az eddigi munkájáról elismeréssel szólt. Így továbbra is a IFC-nél marad, mint utánpótlás edző. Nagyon eredményes munkát végzett éveken keresztül a csapattal, de valamit az utolsó évre elfáradt, a Gyuszi szívét, lelkét kitette, de itt már valami megtört közte és a játékosok között, és örök igazság, hogy 20 játékos nem nagyon tudunk lecserélni, ezért valamilyen frissítésbe gondolkoztunk. Németh Gyula helyett Lakatos Bélát bízták meg az MB3-as labdarúgó csapat vezetésével. Őszintén szólva meglepett, mikor az elnök úr hívott telefonon, ugye múlt hét csütörtökön volt ez. Nyilván örültem a lehetőségnek, igent mondtam arra a kérdésre, hogy érdekel ez a lehetőség. Nagyon gyorsan haladtak előre a tárgyalások, hiszen még aznap tudtunk találkozni, és csütörtök este már ugye én voltam az edzője a csapatnak. Boldogan mondtam igent, úgyhogy pénteken el is kezdődött a közös munka a srácokkal. Lakatos Béla figyelemmel kísérte a IFC szereplését, annak okán is, hogy nem is oly rég, ő is itt játszott, és többen vannak a keretben a játékos társai közül. Úgy gondolja, hogy mindez könnyebbséget jelent majd számára. Figyelemmel követem az elit futballt, a helyi futballt, így az évek során összeáll az ember fejébe valami gondolatmenet, hogy majd, ha egyszer esetleg lehetőséget kap, akkor hogyan akarja ezt felépíteni. Érdekes, mert ez változik, ahogy a futball újul, úgy változik az elképzelés, én is így vagyok ezzel, úgyhogy nyilván ami most a fejemben van, azt megpróbálom megvalósítani a srácokkal. A IFC elnöke fokozatos javulást vár a csapattól az új edző vezetésével. Fokozatosan kezdjük el most már szerezni a pontokat, minél határozottabban, minél stabilabban le kell gyakorolni a Béla által megálmodott taktikát, és azt gondolom, hogy ha ez a munka fog menni, ami elindult előző héten, ennek meg fog jönni az eredménye, és nagyon bízom benne, hogy ez a mostani keretösszeállítás beválik. Augusztus 28-án Magyar Kupa meccset játszanak Kalocsán, majd pedig augusztus utolsó napján, szerdán, bajnoki mérkőzésen látják vendégül a BKB előrét. Híradónk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Idén is találkozott az egri érsek azon települések polgármestereivel, ahol az Egri Főegyház megye oktatási intézmény tart fenn. Bemutatták a sokak által várt Varga Kamil Ferences szerzetes Hajtavidék múltjáról szóló könyvét. A IFC vezetése új edzőt nevezett ki a labdarúgó csapat élére. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a ittv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.